A képviselőtestület majdnem 4/5-ös többséggel fogadta el Székesfehérvár 2023-as évi költségvetését. 21-ből 17 igen szavazattal döntöttek erről a városatyák. A város alapműködése az energiaárak drasztikus emelkedése és az infláció okozta drágulások mellett is biztosított. A költségvetés fő összege közel 104 milliárd forint, és a stabilitásra és biztonságos működésre fókuszál. 104 milliárd forint a költségvetés főszege, ebből a legfontosabb szám az a 32 milliárd forint, ami a saját bevétel, ezen belül 23 milliárd forint iparüzési adóbevétellel és 4 milliárd forint építményadóbevétellel számolunk. Körülbelül 44 milliárd forint körüli összegben költünk működésre, ez az intézményi üzemeltetést és a város üzemeltetést jelenti leginkább. Kicsivel több mint 50 milliárdot költünk fejlesztésekre, ebben nyilván az áthúzódó fejlesztések is bele tartoznak. Ilyen fejlesztés például a multicsarnok, az iskolafelújítási program, a kerékpárutak építése és a Fehérvár tüdeje program. Az 50,7 milliárd jelentős részét a 39,4 milliárd forintos állami forrás teszi ki. Azt is kiemelhetjük, hogy magánszemélyeknek továbbra sem kell helyi adót fizetniük Székesfehérváron. Márton Roland ellenzéki frakcióvezető szerint az elvonások és az energiaárak miatt megnövekedett költségek teszik nehézzé a tervezést. Mi azt emeltük ki, hogy egyetlen komoly és fontos prioritás kell, hogy legyen idén a költségvetésben, hogy a város dolgozói számára legalább ebben az inflációs környezetben a reálbérek megőrzésének a képességére legyünk adottak. Tehát olyan szintű nominális béremelést legyen, ami legalább a pénzromlásból fakadó megélhetési válságot megakadályozza. Jelentős tartalékkal, mintegy 9 milliárd forinttal is rendelkezik a város. Ennek jelentőségét is kiemelte a Fidesz frakció vezetője, Molnár Tamás. Az energiaválság és a háború okozta szankciók és problémák azért nagyon komoly kihívás elé állították az önkormányzatot is. Örülök annak, hogy ez a stabilitást biztosítja a városnak ez a költségvetés. Minden olyan intézményünk, amely kötelező feladatot vagy önálló vállalt feladatot lát el, tovább tud működni, ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítjuk, mint az elmúlt években, tehát kijelenthetjük azt, hogy a nehézségek ellenére is tudjuk ugyanazt a színvonalat szolgáltatni minden székesfehérvári számára, mint az elmúlt években. Két fontos intézményt érintő döntés is született. A képviselőtestület határozott arról, hogy a városi úszoda egyáltalán nem zár be. Ez az állami segítségnek is köszönhető. A Vörösmarty Színház pedig biztosan korábban nyit majd ki, március 1-től újra lehet színházba járni. Lokálisan nincs vita abban a kérdésben, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas. Ezt Fehérvár az erős gazdaságának köszönhetően kell, hogy befizesse. Ugyanennél jóval több működés és fejlesztési támogatást kapunk a kormánytól, de azért ez a 6,6 milliárd forint nagyon sok. Jó lenne ezt ennek egy részét helyben tartani, vagy agglomerációs szolgáltatásokra is fordítani, és ez lehetne alapja annak, hogy például az építményadót jelentős mértékben a jövőben csökkenteni tudjuk. Úgyhogy én bízom benne, hogy akár a kamarával közösen is tudunk ezért a célért küzdeni. A közgyűlésen egyhangú döntést hoztak a képviselők arról, hogy mielőbb folyósítani lehessen a jelenleg is Törökország földrengés által sújtott területén dolgozó mentőcsapat 3 millió forintos támogatását. A folyamatosan csökkenő gyermek létszám miatt a Szeder bölcsöde kifutó rendszerben befejezi működését, még a Szivárvány óvoda, a Napsugár óvoda tagintézményeként, a Püspökkertvárosi tagóvoda pedig a Gyöngyvirág óvoda tagintézményeként működik majd szeptembertől. Idén is mentesülnek a közterület használati díj megfizetése alól a vendéglátóhelyek.